igazából én egy jó pár hete már nem edzettem, ezért nagyon féltem ettől az 1:50-től. Húztam, ahogy tudtam, nem is néztem sem erre. Aztán hát beértünk, majd nehezen. Nekem nagyon rosszul esett, szerintem túl sok volt ez a begli. Úgyhogy, hát igen, nem egy nagy versenyerő, mert készültem, de valami iszonyat jó érzés volt itt úszni, és tényleg most ez egy teljesen más érzés volt, és tényleg egy ilyen játékos verseny volt. De így jó volt most fiúkkal úszni. De nem sikerült őket aztán megvenni, ki nyert közületet? Hát én nem tudom, mert nem láttam, nem figyeltem az ajnát. Nem tudom, de én úgy tudom, hogy menjen, nem tudom. Nem mondta senki. Nem hallottam, ide nem hallottam el, hogy ki nyert. Nem tudom, én sem hallottam egyébként. Az a baj, hogy nem láttuk egymást, mondja a Dávid köztünk volt, ja, de mindenketten magunkra figyeltünk, szerintem azt sem tudtuk, ha lúszunk. Igen, de hát mindenképpen azért egy ilyen cél érdekében megéri vízbe ugrani, úgyhogy azért jöttünk, hogy itt legyünk, és segítsük ezt a rendezvényt. No, hát azt mondta legutóbb, hogy nem tudod majd megmutatni, hogy milyen formában voltál rövidpályás ebben. Kirobbant a forma, nagyon nagy. 20 vagy 31-et szerintem azért erősen. Hát az időre azért arra ne legyünk büszkék, de hát azért itt a végén tudtam, hogy a Dávidot kell csak húgtatni azért. Azért őt meg már rutinból megeszem. Milyen volt a medencével így pont karácsony után? Teljesen jó volt. Én vagyok a legjobb formában itt a fiúk közül, úgyhogy nekem jól esett. Azért, hogy a gyors úszáson, akkor nem biztos, hogy bejutsz a következő körben, mert nagyon reklamáltál a merúszást. Hát, tudtam, hogy nem jutok tovább, úgyhogy sikerült nyernem még egy kört. Hát igen, hogy gyorsan a fiúk gyorsabbak nálam. Tartom ezt, hogy ez egy ünnep, hogy ennyien élsportolók összejöhettünk. Remélem, hogy mindenki élvezte, és hogy kívülről is látványos volt. Én nekem mindig megtiszteltetés ennyi sportoló között részt venni ilyen ünnepségeken. Nagyon jó a hangulat, nagyon szeretem ezeket a rendezvényeket, mint nagy sportválasztó, vagy bármelyik ilyen. Tök jó, hogy más sportágokban képviselőkkel is találkozunk, mindig nagyon jó a hangulat, és hát sportról van szó. Ugye kajakoztatok is medencébe, aztán jött a sárkányhajózás, melyiket élvezted jobban? Hát természetesen a kajakozás részét. Nekem furcsa volt ugye ez a kajakpólóhajó, de nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nem állt tőlem messze. A sárkányhajó egy kicsit azért, az már nem az én világom. Jobban tetszett a sima kajak verseny váltó, mert ritkán van alkalmunk ilyen kis medencében pörgős versenyen részt venni. Izgalmas, mert jönnek a hullámok, váltás van, jobb lett volna, van egy kis rajtgépünk, mert volt némi csúszás, egy kis félreértés itt a váltást illetően. You do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it. A piros csapat nagyon jó volt, az látszott az összeállításon is. Annyi, hogy ez ugye kenu, gyakorlatilag a mozgást illetően. Én meg kajakos vagyok, hogy annyira nem feküdt a dolog, de nagyon élveztük, mindig jó kihívások előnézni. Ez egy kispályás strand vízilabda jellegű pálya volt, egy olyan gála mérkőzés, ahol közönséget szórakoztatva kisebb pályán természetesen kevesebb játékossal, több akció, több passz, több gól született, látványosabb játékra volt lehetőség. Három generációt kívántam összehozni szervezőként, és sikerült az ifjúsági világbajnok most 20 éves korba lépett Majd Krisztián Szatmári Kristófot elhívni, a jelenkor válogatott játékosait, akik pályafutásuk csúcsán vannak, ugye Hosnyánszki Norbékkal, Dekker Ádámékkal, Tóth Maciékat, illetve a közelmúlt aranycsapatában, hogy a Steinmetz Ádikás, Estorás és Jómagam játszottunk. Teljesség igénye nélkül ez egy szép dolog volt, és a női vízilabdáról sem feledkeztünk meg. A száradendégnek állítjuk őket a sárkányhajózásra, még különlegesség volt itt a medencében a sárkányhajó csata, és Gangul Edinát fölkértük, hogy játszom, mint kapus, aztán egy picit, mint mezőnyjátékos földobva itt a buli jelleget. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttek az összes sportág nagy bajnokai és a fiatal tehetségei. Olyan kapus vagyok, aki imádja ezeket a fajta kihívásokat, és amikor láttam, hogy a Dávid csapkát cserél, kérdezte, hogy ki jössz mezőnybe? Azt mondom, persze, egyértelmű, hiszen egy gálán vagy.
vagyunk, én szívesen játszom. A fiúk mennyire figyeltek arra, hogy ne lőjenek erősen? Hát ez nem arról szól szerintem, hogy erősen tőnek. Vártam, hogy csavargatni fognak, ejtegetni, ilyesmi, erről kell, hogy szóljon, és nagyon helyesen így is történt. Amúgy Elinához mit szóltál, hogy mezőnyben is milyen eredményes volt? Bevállaltam, ugye az esélyegyenlőség miatt a csak kapus kértem fel női mezőnyből, hiszen fiúk sokkal nagyobbak vagyunk, fizikailag erősebbek. Nem lett volna korrekt bármilyen fajta közös mérkőzés mezőnyjátékosokkal. De aztán a végén azt mondta, hogy úgyis vigyázunk rá, tehát így a beáll egy picit, hogy élvezés, egy gyönyörű gólt is lő. Hogy lett a Manez Krisztián, nagyon jó back volt mellette, hiszen védett is. De egyszer úgy csinált volna, mint a rálőni a saját kapujára, megijedtél, hogy rálövi? Hát, mockodott. De szabálytalan gól lett volna. Megalapoztátok a szilveszteri hangulatot, hogy telik majd az év utolsó napja? Én szeretnék még egy kicsit sütögetni, mert van még a hűtőben olyan, amit fel kell használni, és aztán meg hát szilveszter általában ezt otthon szokom tölteni, úgyhogy szerintem most is ez lesz. Mi most jöttünk haza egy pihenésből, Harkányban voltunk a családdal, úgyhogy szerintem ez az utolsó napot most így otthon töltöm, és készülök a januárra, úgyhogy ennyi, lesz. Valószínűleg lemegyek edzeni, időben lefekszek aludni, nem, de úgyis amúgy semmi közön nem lesz hozzá. Valószínűleg megvárom az évfélt, és utána fekszem le aludni. Látom, hogy van itt pezsgő, hogyha kapunk belőle, akkor nagyon jó fog tenni a szilveszter, úgyhogy. De reméljük így is. Van valami terv, vagy ami jön úgy puffad? Hát ami nagyon lájtos, úgyhogy szerintem barátok, kis ünneplés, úgyhogy semmi extra. Egy ugyanolyan, mint a többi, én azt gondolom egyébként, de mindig azért van az emberben egy váltás, ami jól esik, elengedni egy évet és új lappal kezdeni egy új évet. Jó, állok elébe, jó buli, barátokkal, kellemes lesz. Nekem nagyon családias közegben, pár barátom fog hozzám átjönni, mert van egy kiskutyám, és őt nagyon féltem, úgyhogy inkább otthon maradunk vele. Ugye első kiskutya 7 hónapos a pici, úgyhogy nem tudom, hogy fog reagálni, remélem, hogy nem ijed meg nagyon. Külföldre érkeztek barátaink, egy család, úgyhogy itthon Budapesten, a budapesti barátokkal is egy kicsit találkozunk, de aztán otthon nyugodt körülmények között ünnepeljük majd az új évet a külföldi barátokkal. Hát pihenéssel nem terveztem semmi különös dolgot otthon a tévé előtt. Egy kis kocintás és aztán semmi komoly, hiszen harmadikán kezdünk edzeni, és tényleg most az a fontos, hogy pihenjek, és ne az, hogy szaladigáljuk össze-vissza. De ez valami a tévében, amit mindenképpen meg szeretnél nézni? Nem tudom, otthon van elég sok film, jó kis magyar filmek vannak otthon, úgyhogy lehet, hogy a közül fogok választani valamit. A Duna TV adja az Indul a bakterházat, az mennyire kedvenc? Azt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, jó, hogy mondod, oda fogok kapcsolni szerintem.